figyelték napközben is a hírfolyamokat, akkor megállapíthatták azt, hogy tényleg bombaként robbant az a hír, miszerint az Amerikai Egyesült Államok több magyar magánszemétől megvonta a beutazási engedélyt, de nem akármilyen magánszemélyektől, hanem az első hírek is már arról szóltak, hogy kormányhoz közeli üzletemberekről, sőt állami cégek vagy minisztériumi vezetőkről is szó lehet, aztán szóba került az is, hogy esetleg NAV vezetőkről, magáról a NAV első számú vezetőjéről is szó lehet. Az Amerikai Egyesült Államok magyarországi ideiglenes ügyvivője André Gottfried, aki nem olyan rég a vendégem volt, ő megerősítette a hírt, neveket nem mondott, konkrét ügyeket nem mondott, csak azt, hogy korrupciós ügyek miatt vonták be a beutazási engedélyét kevesebb, mint 10 embernek, ezt ugye érthetjük úgy is, hogy 9-től visszafele egészen egyig. Őrsi Mátyás a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát nagyon-nagyon remélem, hogy valamikor egészen konkrét adatokat és neveket és ügyeket fogunk hallani, ez mindannyiunknak, Amerikának is, Magyarországnak is az érdeke. Pillanatnyilag a találgatások szintjén jelentek meg a nevek is, az ügyek is. A 444-en olvastam azt, hogy állítólag amerikai óriás vállalatok voltak azok, amelyek itt pályáztak, aztán nem nyertek, de felajánlották nekik, hogy lehetne máshogy is. Sőt, azt írja 444, hogy olyan esetről is hallottak, amikor egy amerikai vállalatot arra kértek, hogy írassanak tanulmányt egy bizonyos céggel, és cserébe biztosítják az állami megrendelések folyamatosságát, az együttműködés zökkenőmentességét, írja 444. Mit szól ehhez? Először is hát el vagyok képedve, mert utána néztem, és nem találtam egyetlen egy olyan Európai Uniós országot, vagy NATO tagállamot, amely ilyen megaláztatásért volna, mint most Magyarországot. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a 444.hu megjelent hát ilyen nagyon súlyos korrupciós kísérleteknél még volt olyan durvább is, hogy azt mondták, hogy meg kell iratni ezeket a tanulmányokat, de írd meg te cég és bennünket csak fizes ki. Ezek rettenetes történetek, és annyival vagyunk beljebb annál, mint amit lehet tudni a médiában, hogy az Egyesült Államokban mindenki megtagadhatja bárkitől, hogy beutazzon, ezt nem is kell indokolni a nemzetközi jog szerint, de hogyha egy állampolgárok csoportjától tagadja meg, ennek két oka lehet, az egyik egy elég régi, a terrorizmus elleni küzdelem, a másik pedig, hogyha korrupciós ügyben érintettek. És hát eljutottunk oda, hogy Magyarországot a legkorruptabb államnak tekinti a térségben az Egyesült Államok, és én hadd tegyem hozzá, hogy ezt joggal teszi. Hadd mondjam el, hogyha bárkit megkérdeznek a térség, hogy a térségnek melyik a legkorruptabb országa, mindenki azt mondja, hogy Ukrajna. És ebben sok igazság is van, én nem olyan régen jártam Kijevben, és ott mesélték, Őrsi úr, képzelje el, mondja, hogyha Ukrajnában van egy állami megrendelés, akkor mindig ugyanaz 5 cég nyerhet. És én mondtam, hogy mit komplikálnak 5 céggel, nálunk ezt egy céggel megoldják most már 4 éve. Tehát ennyivel rosszabbak vagyunk takotlak, mert Ukrajnánál is. Az ország rettenetes irányba megy, és azért fontos ezt rögzíteni, mert néha hallgatom barátaimat, liberálisokat, értelmiségieket, hogy hát ez is korrupt, meg az előző is korrupt volt. És hát ez így nem igaz. Akkor volt korrupció, ez pedig most a tetőről, a csúcsról irányítják. Na, és ez csapódik le most ebben a mostani döntésben. Diplomáciai ismereteire hagyatkozva próbáljuk közösen kitalálni, én csak kérdezek, ő pedig mondja, hogy mire gondol, hogy egyáltalán milyen típusú ügyekről lehet szó. Azt már idéztem, hogy 444 mit írt, hogy amerikai cégeket Magyarországon megpróbáltak korrupcióra csábítani. Tehát feltételezhetjük, hogyha az Amerikai Egyesült Államok ilyen döntést hoz, akkor ezek Magyarországon történő korrupciós ügyek, vagy pedig olyan ügyek, amelyek Magyarországhoz valamilyen fokon köthetők, kormányzathoz, magyar kormányzathoz köthető, hiszen korrupcióról beszélünk, közpénzről beszélünk, de Amerikában történtek? Tehát ezt így ki tudjuk következtetni a döntésből? Én úgy vélem, hogy erre a másodikra sokkal kisebb a lehetőség,
Sokkal valószínűbbnek tartom azt, hogy itt arról van szó, hogy Magyarországon működő amerikai cégek el akartak érni valamit piaci eszközökkel, és nem tudtak, és azt mondták nekik, hogy ha fizettek, akkor el fogjátok érni. És valószínűleg ebből nagyon-nagyon sok volt ilyenkor. Én voltam elég régen ügyvéd, és tudom azt, hogy ilyenkor nagyon sok vállalat gondolkodik, hogy hát bele kéne menni, mert mégiscsak kell a forgalom, és én nagyon becsülöm az olyan vállalatokat, amelyek azt mondják, hogy nem megyünk bele. Ezek az információk... Honnan tudja, hogy nem mentek bele? Hát mert különben nem mennek el panaszkodni a nagykövetségre. Akkor hát, kifizetik? Nem. Hogyha nem mennek bele, akkor nem a nagykövetségre mennek panaszkodni, hanem a rendőrségre. Tehát amiről most vélelmezünk, tehát ami alapján a magyar magánszemélyeket kitiltották Amerikából, és amiről az ideiglenes ügyvivő is beszélt, tehát az Magyarországon is bűncselekmény. A korrupció... A legtöbb bűncselekménnyel szemben, ahol van egy elkövető és van egy áldozat, a korrupció egy olyan bűncselekmény, ahol mind a két oldalon elkövetik vannak, és nagyon nehéz az áldozatokat azonosítani, a társadalom, a közösség egészen az. Amikor nagyon kevés az olyan eset, amikor le lehet buktatni egy korrupciós ügyben az elkövetőt, az elkövetőt, nyilván óvatosak is. Ezek ilyenkor elmennek, elmesélik a nagykövetségen, mi történt velük. A nagykövetségen gyűjtik ezeket, nem csak az összes gazdasági információt, és nyilván ezeknek a mennyisége elérte azt a határt, hogy ezeknek hitelkedett. Egy ilyen döntést kihozhat meg? Nézze, nyilván más országban is követnek el korrupciós kísérleteket, vagy korrupciókat. Én még erre nem láttam példát, hogy egy országból maga egy adóhivatali elnököt nem engedtek volna be. Én azt gondolom, hogy ha ez egyszerre történt, ennyi emberrel szemben, mert a 10-nél kevesebb az már sok ember, én kizártnak tartom azt, hogy ez egy kérdés külügyminiszter alatti döntés lett volna, ez egy magas szintű politikai döntés, és egy üzenet arra, hogy a korrupció semmikor sem jó, de amit ti magyarok most csináltok, magyar kormány, ez már elviselhetetlen. Hogyha igaz az a feltételezés, hogy amerikai nagy cégek jelentették a külügyminisztérium felé, vagy a nagykövetség felé, hogy itt kormányhoz köthető emberek őket folyamatosan, vagy többször, vagy egyszer mindegy, és próbálták korrupcióra csábítani, megzsarolni azzal, hogy fizess nekem, aztán megkapod a megbízást. Ha igaz ez, akkor egy körét már megismertük, hogy mi történt a dolognak. De hogy kerül ide a NAV? Hány olyan történetet hallottunk az elmúlt négy és fél év időszakából, hogy egy vállalatnak megsúgják, ha mondjuk ATV-re, nem tudom, de a klubrádiónak hirdetést ad le, hogy meg fog keresni a NAV, hogyha ez így megy tovább, és ezt lehetne bölcsebben viselkedni. Hányszor fordult elő? Itt ült önnel szemben Horváth András, aki beszámolt arról a magyar közönségnek, hogy a NAV miközben eljár nagyon sokakkal szemben az igazán nagy ügyekben, ahol a legtöbb pénz van, és amely mögött politikai befolyást is lehet észlelni, ott nem jár el. Szóval én gondolom, ezek az információk megint összeálltak. Nagyon sok országban van panasza az adóhivatal elnökére. Ha egy országban nagyon sok, és egymásra rájátszunk, kiderül a döntéshozók számára, hogy igen, ők is úgy gondolják, hogy az adóhivatal első számú embere is benne van ezekben a dolgokban, akkor ez egy indok arra, hogy ezt a lépést megtegyük. Tehát lehet, hogy itt nem egy konkrét eset volt, hogy van a X cég, X cégnek azt mondják... A nyakamat teszem rá, hogy igen? Itt egy sorozatról van szó, és nem csipcsup ügyekről, hanem súlyos ügyekről van szó. Efelől nekem a legkisebb kétségem nincsen. Egyesült Államok kormánya tud hibázni számos dologban, az ilyen dologban rendkívül megfontolt és rendkívül óvatos. Tehát ez már egy folyamatnak az utolsó állomása lehetett. A külügyminisztérium közleményben is követelte sajtótájékoztatón is Szijjártó Péter, és közleményben is, hogy hát akkor az amerikai nagykövetség adja át a bizonyítékokat, erről szóló dokumentumokat, tárja fel, hogy mire gondol. Kezüket csokolom, ez a magyar köztem, nem, most már Magyarországnak hívják. Az amerikai diplomácia elment a külügyminisztériumhoz, és tájékoztatta őket azokról, az aggályokról, amelyekről most már tudunk, ez nem tudom, egy hónapja, két hónapja ezelőtt történt, kérte a magyar hatóságokat, hogy nézzenek utána. A magyar hatóságok semmit nem csináltak ezekben az ügyekben nyilvánvalóan.
A magyar hatóságnak van itt rendőrsége, van itt ügyészsége, amelyek ellenzéki jelölteket el tudnak vinni raporázon. Hát nekik vannak erre apparátusaik, az amerikaiaknak, hát jól is néznénk ki, ha ők kezdenének el itt. Az ügyvivő, tehát erről is beszélt, hogy tájékoztatták Magyar Leventét, a gazdaság diplomáciáért felelős helyettes államtitkárt, illetve Szijjártó Pétert, hogy milyen ügyeket derítettek fel, és milyen lépések várható ezután? Hogyha nem sikerül egy ilyen ügyet kinyomozni, akkor ők is azt mondják, hogy előfordul ilyen nálunk is. Meggyőződésem, hogy a magyar kormány a fülebotját nem mozdította ezekre a jelzésekre, amiből ők joggal azt mondták le, akkor nyilván támogatják ezeket a korrupciós ügyeket. És erre egy olyat kellett lépni, amely nagyot szól, hogy a magyar kormány is meghallja. Hát legalábbis a közvélemény meghallja, mert akkor már nem lehet mondjuk a füleket becsukni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm az érdeklődést.